üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Képzeljétek el, én nemrég ébredtem fel, jelenleg 8 óra 28 perc van. Kint csoda szépen süt a nap, rettentő meleg van, vagy már kb. 32 fok biztos. Ma nem más fogunk csinálni, tesztelni. Nem más fogunk tesztelni, mint az új kamerát, ezt a kamerát. Én is vásároltam egy kamerát, a címben most már lehet, hogy tudjátok, ezt a GoPro Hero Session 5-össel, ezt a kis picikét. Azért vásároltam ezt a kamerát, hogy ugye ki tudjunk menni a víz, de tudjak filmezni a víz alatt is, ugye rettentő régóta ígértem nektek, és gondoltam, hogy ez egy jó alkalom lenne, hogy leteszteljük. Ma nem más fogunk csinálni, mint videótesztet fogunk csinálni vele, hangtesztet, audiotesztet, és majd ide a videó alá írjátok meg, hogy mit gondoltok róla. Kettő mikrofon van ebbe beleépítve, egy ide előre, egy pedig ide mögéje, amit ti most nem láttok, hogyha fúj kint a szél, ugye kettő oldalról veszi a hangot, és próbálja kiszűrni ezt a szélhangot, meg mindenféle hangot. Ezen kívül van benne stabilizáció, ami a régi GoPro-ba, ebbe a 4-esbe nem volt, és hogyha megyek vele, vagy futok vele, akkor a kamera nem lesz ilyen rángatós. Legalábbis azt hiszem, nagyon remélem. Megkevertem, látod, megkevertem egy benzint, megkevertem két benzint, ezt meg kell tölteni, legalábbis a hajót meg kell tölteni. Tehát most viszem ezt a benzint, viszünk egy 15 liter benzint magunkkal, talán annyi elég lesz, az olajat eltesszük ide vissza. Na szárbusz, na mi helyzet? Mi? Mi van itt? Az, ja, azt a cipőt, de nem ezt húzzuk fel a vízbe, te látod, ez ilyen sima cipő. Ilyen másikat kell felhúzni, ilyen otthonosat, jó? Ja, na szervusz, na jó helyzet, készen vagy? Én. A pizsomádba fogsz jönni a hajóra? Vagy a csónakra? Rettentő meg van ki, Lukasz, komolyan mondom. Na innen, felhúzzuk ezeket a rollokat. Ugyanis én felébredtem, én gyorsan ittam valamit, megettem a kekszet, ugye a reggeli kekszet, aztán mentem ki, hogy készüljön a bót, a hajó, csónak. Na minden? Egy, fő van húzva. Ja, gyönyörű, de mondom, hogy azt a cipőt vesszük fel, te! Ott mi van a lábadon? Ez mi? Matrica? Te! Kukacot nem mutatjuk, ugyanis nem azt vesszük fel. Nincs rajta pelenka, meg semmi se. Ugyanis ugye most már nincsen rajta. Néha még van rajta, hogyha kimegyünk, de most már nincs a Davis-en, mert WC-re kell menni, ugye? Oda kell pislantani. Na már kidobjuk ezt a matricát. És mit akartam mondani? Nem tudom, mit akartam mondani. Még mindig nem vagyok magamnál, reggel van. Itt jártunk körülbelül ezen a részen, ugyanis a Lucas mit felejtette? A Jackie-t, ezt a mentő mellényét elfelejtette, úgyhogy haza kellett érte menni. A feleségem ott ül hátul, ugyanis itt elől csak ketten tudunk ülni, vagy hárman. A Davis vezet, ahogy látjátok. És tartunk, mutatom merre. Arra kifelé. Ezen a, nem töröltem meg az ablakot rendesen, úgyhogy nem tudom, itt lehet majd látni, de kiteszem ide a kamerát. Itt van egy pár ilyen szép ház, még nem pont ez. Ez ilyen kicsi kisebb, mondjuk elfogadnám ezt is. De arra felé a híd után, ott majd lesz egy pár szép, nagy hajókkal. Átmegyünk itt a híd alatt,
kettő alatt, az egyik a gyalogos, a másik az meg az autós. És egy körülbelül olyan 5-10 perc, egy 8 perc mire kiérünk. Mi van? Te akarsz filmezni? Ja. Oké. Okay. Átadta a Lukasznak. Mit filmeltünk? Mi van kinti? Mi van ott? Sem. Az mi? Telefon? Milyen telefon? Volt egy telefonbántól. Nem telefon. Az mi volt? Azt mondta Luke, ez telefon, az nem telefon volt, ez egy ilyen izé volt, ilyen kólás doboz. Ja, és volt egy telefon bele. Mi? Egy telefon bele volt? Volt Sprite és telefon. Visszamenjünk? Nem. Telefon, nem hiszem, hogy az telefon volt. Nézzük a videót. Na, hozzafelé megnézzük, ugyanis ott lesz, kiviszi majd a víz. Itt van egy szép nagy hajó. Nem olyan nagy, de ilyen szép vitorlás, elfogadnám. De itt van egy ilyen másik, ezt még jobban elfogadnám, csak az a baj, hogy túl nagy. De szeretem ezeket a kabinos hajókat. Amúgy itt van sok kabinos. Ugye ezek mind ilyen lakások. Tehát ez nem egy ház, itt többen laknak ilyen lakásokba. A házak azok itt vannak, ott a túloldal, látod? Ez egy szép nagy ház, aztán mellette a másik is. Kiértünk ide, nyitott a vízre, úgyhogy most egy kicsit odalépek neki, vagy oda nyomok neki, és megnézzük, kirakom a kamerát ide oldalra, hogy milyen az a zaj, hogy mennyire fúj bele a mikrofonba, hogy azt tényleg mit lehet hallani, meg mit nem. Bekapcsoltad a biztonsági évedet? Biztonsági évedet, bekapcsoltad? Készen van a feleségem is. Mutatom, arra felé fogunk elmenni. Valószínűleg jobbra is megyünk egy nagy kört. De most, ja, kikanyarodunk oda addig a pirosig. Ott befordulunk jobbra. Aztán oda lépünk majd nekünk. Na, elhagyjuk ezt a pirosat, itt befordulunk, és megyünk! Biztonsági éveket bekapcsoljuk. Ja, ott azt elhagyjuk. Na, megnyomjuk neki. Figyelj! Kapaszkodunk, még olyan gyorsan nem fogunk menni. Kötöttünk ki, csak megálltotta a motort. Oda. Ja, várjál, várjál. Még nem megyünk ki. Kimászok, oda kihúzom egyet a hajót. Ja, várjál, várjál, 1,4 a víz. Olyan mély. Na, lekapcsoljuk, hogy lemerjön az akkumulátor, azt itt maradjunk. Én mindjárt kimegyek, aztán kijebb, aztán kijebb kellett volna menni. Na, nem volt. Hú, de kicsit hideg a víz.
Ha mindjárt belemegyünk, csak hideg a víz. Azt mondja, de előbb megvárjuk, még kivisz minket a hullám. Na, ugorlok. Na, megvan mindenki. Csónak is. Én azt hiszem, kihorgonyzom gyorsan. Ne menjen el sehova. A kihorgonyoztam. Oda le. Most nem más csinálok, hogy én is kiugrok, aztán kimegyek a csónához. Hó, te! Ez itt mélyebb volt a fűsünk, gondoltam volna. Na mindegy. Nem hiszem, hogy a csónak megy valahova, és kiköntöttem oda a lánccal, kihorgonyoztam. Aztán majd megnézzük, hogy milyen a kamera a víz alatt. Hú, te! Jó elvitt minket a víz. Akarsz építeni várat? Ha? Nyusz, rohangál körbe, élvezi ezt a jó időt. Tudom, hogy nálatok meg rettentő ideg van, esik a hó. Fúj a szél, meg közben melyek a Davis nézem. Nálunk ugye ilyenkor decemberben. Ja! Na, ilyenkor rettentő jó idő van, most jön majd az nagyon izzadós idő. És lesz jóvat ide lejönni, guvárkodni, meg úszkálni körbe-körbe. Mit kíváncsi ezek, hogy milyen lesz a mikrofon? Lehet-e hallani, amit mondok, vagy nem? Nagyon remélem, hogy lehet. Beúszunk egyet a víz alá. Háromra. Egy, kettő, három. Na, nem tudom, mit lehetett látni. Én sok mindent nem láttam, de és nagyon sós a víz. Kell ez a szemüveg. Remélem a kamera még működik. Úgyhogy nem ásott be. Na mindegy, mert legközelebb ott fogunk amúgy ilyen bubárkodni a köves részre, ahogy mondtam. Megvan! Nem mondhatjuk! De ne látod, el lenyomsz a vissza. Vigyázz a csónakra. Ahogy így néz ki, már múltkor mutattam nektek közelebbről, meg távolabbról is. De most legalább, hogyha belemegy a kamera vízbe, nem lesz baja. Tudom, mivel próbálkozunk meg mégis? Átúszunk a csónak alatt. Szerintetek? Mint hogyha kicsit följebb jött volna a víz, vagy a csónak meg megint arrébb. Arrébb ment a csónak. Na minden. Megpróbálkozunk vele. Háromra. Egy. Kettő. Három. Átjöttünk. Nézd, ott megy a villamos, vagy a vonat, vagy minek hívják? Tram. Ott mögöttünk, ott bent a hídom. És mit akartam mondani? Jó, hogy be kéne arra menni. Nézd, itt van a kacsabusz, look ezt. Látod, ez megy a vízbe, meg megy az úton is. Van rajta kerék is. Nem tudom a kamerán mennyit lehet látni, de elég érdekes. Hogy itt már vannak szép nagy házak, oda nézd. Jó nagy hajók, csónakok, rettentő nagy házak. Na, bejöttünk Surfers Paradise. Felé, végülis majdnem ott vagyunk, mutatom. Ott, látod, ott vannak azok a szép nagy házak. Végülis az a gólkosz, ugye a turista központja. Átmegyünk ott a híd alatt.
aztán valószínűleg majd megfordulunk és megyünk majd hazafelé. Itt van még sok szép ház, szép nagy fajok. Kösz, ott megfordulunk a híd alatt? Vagy mit csinálunk? Megfordulunk ott a híd alatt, aztán jövünk majd visszafelé. Ja. Rendben van, ugyanis itt még mehetnék egy jó nagy kör, rettenetes sokáig el lehet ugye erre menni mindenfelé hajóval itt a vízen. De a déli szasznál most már tényleg kezd álmosodni, megivott kettő csűzt. Úgyhogy Pisilli biztos fog rendesen fenek, ha nincsen rajta. Na mindegy, de megfordulunk és elmegyünk hazafele. Átértünk a híd alatt, csak mutatom nektek, itt vannak ezek a hajó csónakok. Ez valami, ez nagyon gyors. Látod, a turisták ott állnak sorba. Ezt látod? Amik így megy, mint a jetski, és így hirtelen megfordul a vízem. Ezek a sárga pirosak. Én sosem voltam rajta, azt mondják, hogy jó. Itt van ez a nagyon nagy épület. Ott a QX szembe. És itt ez a park. Ahol nem fogunk megállni, amit ki lehet kötni. Itt ez a kikötő. Tartunk hazafelé, képzeld el! És szép lassan jövök, ugyanis a Davis elaludt. Mutatom, oda nézzél. Ott alszik a feleségemnél. Én nem tudom, hogy hogyan. Én nem tudom, hogy hogyan tudott elaludni a Davis, de te se, mi? Én rigatkozott a hajó, egyszer gondolt, hogy azt elpult, aztán puf, elaludt. Úgyhogy azóta ott alszik, és nem akar felkelni. Nem is baj, mert most kellene ugye hazamenni, és egyet aludni. Mi alszik egyet itt a hajón, vagy a csónakon. Azért volt, hogyha lenne ilyen félkabinos, ugye ott be lehetne menni, és nem lenne olyan nagy meleg, lehet, hogy meleg lenne, nem lenne olyan napsütés, csak közben nézem, hogy merre megyek át a hullámokon, és ott tudna ugye egyet aludni, de majd egyszer legközelebb, hogyha lesz egy olyan csónak. Hozzáérkeztünk, megzanyoztam magamat, mindenki, meg is borotválkoztam, hogyha lehet látni, úgyhogy most nem más csinálok, mint ezt a mai videót befejezem, és megnézem, hogy mit filmeztünk, meg milyen lett a minősége, meg a hangnak a minősége, és hogyha gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy mit gondoltok róla. Bár olyan rossz biztos, hogy nem lett, ugyanis ahogy mondtam, volt a régi 4-esem is, nem volt a legjobb, nem volt a legrosszabb, de ezért biztos, hogy jobb, legalábbis nagyon remélem. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!